nem tudjuk, hogyan kezelni a vetélést, tehát hogy ez egy olyan fajta láthatatlan veszteség, amire nincs meg a kultúránk, hogy hogyan támogassuk ebben egymást. Nincsenek meg az eszközeink, nincsenek meg a szavaink rá, hogy mit mondjunk azon kívül, hogy nagyon sajnálom. Azért szerintem nagyon sokan sok mindent tudnak rólad, azt például nyilván mindenki, hogy egy sikeres énekesnő vagy, és azt is, hogy egy mozaik családot irányítasz, azt is, hogy nagyon nyíltan beszélsz bizonyos kérdésekről, amikről nem feltétlenül beszél mindenki nyíltan, és főleg ez az egyik oka, ami miatt én most itt vagyok, és ami miatt én nagyon régóta szerettem volna veled beszélgetni. Az pont így az anyasággal kapcsolatos kérdések, mert hogy nekem van egy elég erős sztorim ezzel kapcsolatban, amit most még nem szeretnénk megosztani, mert most azt szeretném, hogyha ennek a ruhasztorinak az elején az énekesnőről beszélgetnénk, mert hogy szerintem ez egy pont annyira fontos része a te életednek, mint az, hogy anya vagy. Igen. És itt az állványom biztos vagyok benne, hogy vannak olyan darabok, amik Márchoz kapcsolódnak. Hát teljesen vegyes, és érdekes ez a Márcs, meg ez a Zsuzs, meg önmagam, meg az anya, meg az énekesnő, mert én anyaként lettem sikeres, úgymond, és ez az, amit egyébként nagyon kevesen, ha tudnak, nem is tudnak, ha tudják, nem tudják, mégis úgy tartanak számon, hogy akkor én sikeres énekesnőből elmentem gyesre, vagy hogy mondjam, elmentem szülni, miközben én előbb szültem, mint hogy sikeres énekesnő lettem, és a generációmban, meg az egész szakmai közegemben én lettem először anya, és nagyon sokan ezzel egyáltalán nem tudtak mit kezdeni. Tényleg? Hát nagyon-nagyon vicces, és szomorú, és groteszk, és nevetséges történetek értek engem így. Egyébként ezt hallgattam veled egy interjút, amiben elmondtad, hogy volt olyan, amikor azt mondták, hogy hát ahhoz képest, hogy anya azért ezt egész jól csinálja a színpadon. Igen. Tessék, hogy igen. Egy ilyen mondat elhangzik valakinek a sztárban. Mi az, hogy ahhoz képest, hogy anya mihez képest? Igen, igen. Meg hát mindenféle dolog, szóval hogy ezzel nem igazán tudott azonosulni a közegem, és nekem ez nagyon nehéz volt egyébként így Márcsként, ez a fajta kettősség, amit ez a szakma diktál, pedig azt gondolom, hogy ebben semmi kettősség nincs. Tehát én amikor vártam az első gyermekemet, és úgy éreztem, hogy hát lebúkoltam az Urániában a koncertemet 5 héttel a szülés után, mert hogy a gyermekem engem választott anyának, engem, aki énekesnő vagyok, nem a Marit, aki teljesen mással foglalkozik, hanem engem választott, szóval biztos látta akkor ott a felhőkből, hogy milyen élet vár rá. És, hát, és valahogy mégis így cibált szét ez a közeg, hogy az anya, az énekesnő, a karrier, a család, ez így nem fér meg, és hát mentem a falnak folyamatosan ezzel kapcsolatban, és próbálom tágítani a határokat, és mondjuk még ugye a legnagyobb gyermekem 9 éves, tehát 9 évvel ezelőtt is arról beszélni, hogy de te individuum vagy, anyaként is individuum vagy, ez kb. Olyan volt, hogy így normális ez az ember. Most már szerencsére sokkal nyíltabban tudunk erről is beszélni, mint ahogy nagyon sok minden másról, de azt gondolom, hogy ebben én is közrejátszottam, mert itt tapostam ki ezt, nagyon szomorú történetek vettek körül, és az enyém is az lett volna, hogyha elhiszem azt, amit a külvilág próbál rám vetíteni. Azt is olvastam valahol veled kapcsolatban, hogy ezért nagyon sokáig egy ilyen páncélként élted meg a színpadon, igen, a kinézetedet, tehát nem csak a ruhákat, hanem a sminket, úgy mindent együtt, hogy ez neked inkább egy ilyen páncél volt, ami mögé elbújtál. Hát nagyon, nagyon személyesek a dalaim, tehát aki tényleg közel álló barátom vagy családtagjaim, azok így fogják a fejüket, vagy fogták a fejüket, hogy írtam egy dalt, és annyira egyértelmű, nem irigyelem, hogyha ezt meghallgatja, vagy ó, jaj, miért írtál így bele, és így, de hát ez az életem. Szóval nagyon sokáig nagyon-nagyon személyes történeteket írtam, és ezeket nem könnyű előadni. Nagyon nehéz előadni akkor, amikor kevesen vannak a koncerteken.
És nagyon nehéz akkor előadni, vagy nekem nagyon nehéz volt akkor előadni, amikor mondjuk egy szál, nem tudom, farmerba, pólóba voltam. Ez a legelején volt, hogy nagyon, nagyon szeretem jelmezbe bújni, és különleges minkeket használni, kortárs táncosokat használni, nagyon sok tervezőtő ruhákat használni, és aztán ez is, ahogy az én személy fejlődésemnek az evolúciója történt, jutottunk el odáig, hogy az egyik legjobb barátnőm mindig mondja, hogy Léci, azt a ruhát vedd fel, amit kigondoltál magadnak a színpadra, ne maradj abba, amiben jöttél. Mert most megmerüljük, hogy most minek vegyem fel, tök kényelmes ez a farmer, meg ez a póló, és már így is előadom, mert nyilván sokkal stabilabb lettem érzelmileg, meg hát a dalaim semmilyen nagy amplitúdójú szomorúságról és bánatokról szólnak, hanem egészen más történetekről. Hát ez egy nagyon kultikus darab. Tőlem, én azt gondolom, most már egyébként a kapott lányom hordja egy jó pár éve. Ezt használtam, vettem egy vintage boltban, és úgy hordtam, hogy be volt tűrve rövid nadrágba itt az alja, és ez a külső része pedig így kilógott. De akkor ezt nem te vartad rá? Nem. Ez így volt egyben. Igen. Egy fotózáshoz hoztuk ki stylingként, én választottam, és aztán úgy döntöttem, hogy ez nem megy vissza. És hát szerintem 100 koncerten biztos, hogy volt benne. 100 plusz koncerten. Akkor benned semmiféle, nem tudom, rossz érzés nem volt azzal kapcsolatban, hogy két koncerten ugyanazt nem, is nem, sőt, nekem ez nagyon fontos is volt. Tehát a kezdetektől kezdve úgy éreztem, hogy ez annyira nyomaszt engem, hogy mindig újat kell felvenni, újat kell mutatni, ez micsoda pazarlás, meg ez nem az igazság. Tehát, hogy ez nem az igazság. Én egy hétig hordok egy nadrágot, ha nem lesz koszos. Tehát, hogy az iskolában se voltak ilyen averzióim, hogy hú, ezt már hétfőn felvettem, akkor szerdán nem vehetem fel ugyanazt. Egyrészt nem tehettem meg, mert nem olyan anyagi körülményekből jöttem. Másrészt engem nagyon zavart ez a pazarlás kiskoromtól kezdve. Hát, hogy, sőt, nekem jó érzés az, hogy ennyi története van ennek a ruhának. Mesélek is egy nagyon jó történetet. Igen. Volt egy olyan nap életem során, amikor egy nap 3 fellépésem volt. Felléptem egy fesztiválon, felléptem a Balaton közepén, sőt 4, bocsánat, csak az egyik az egy ilyen magán fellépés volt a Balaton közepén, felléptem egy nagy szórakozó helyen a Balatonparton, és utána azt a fesztivált még egy DJ-szettel zártam, és ezt ebben a pólóban tettem. Lehoztad mind a 4 koncertet ebben? Minden 4-et ebben hoztam le, az egyiknél rövid nadrágban volt, a másiknál hosszú nadrágban, a harmadiknál felvettem egy szoknyát hozzá, és aztán a végén meg visszavettem ugyanazt a rövid nadrágot, úgyhogy szeretem, és egyébként 2 dolog inspirál úgy igazán kiskoromtól kezdve, az egyik az a betonon folyó olaj. Kismillió videóm, fotóm, képem van erről, és meglátom. És konkrétan azon, hogy látok egy ilyet, akkor így elvesztettetek. akkor én így vagyok, és a szívem még markol, és figyelem ezt, nem tudom, hogy milyen gyerekkori dolog, de imádom. A másik pedig a fénytörés, és van is egy fénytörés nevű lemezem. És ezen a pólón mind a 2 óriási lelki inspirációm látható. Úgyhogy ez egy fontos dolog számomra. Na, és a ruhákban mondjuk, ha úgy még nézzük ezt a, nem tudom, fejlődés történetet, vagy ugye egyáltalán a korszakaidat, akkor miket látsz? Hát van egy számomra nagyon különleges darab. Azért az, hogy én ilyen színes, érdekes öltözködésű hölgy lettem, az nagyban köszönhető a nagymamámnak. És amikor kicsi voltam, akkor sokat vigyázott rám, és mindig a ruhatárába turkáltam, és felvettem a legszebb ruháit, és a magas sarkvét, és pirosra festettük a körmömet, és akkor vasárnap délután sikáltunk le jó acetonnal ezeket a régi karamlapokat. Hogy az iskolában? Hát óvoda még. Hogy óvoda. És rengeteg olyan fotóm van, ahol tényleg a kis csatjaival belőtt frizurában, magas sarkúiba, például ebbe a ruhába, és így hozzalak.
És akkor ahogy idősebb lettem, meg tinédzser lettem, akkor minden alkalom, amikor mentem hozzá, akkor mondta, hogy már ezt egy ruhát elviheted magaddal, és akkor így szép lassan vált a tulajdonom már az ő ruhatára, mert nyilván ő már ezeket a darabokat nem hordta. És amikor kislány voltam, tehát úgy tényleg ilyen igazán kicsi 5-6 éves, akkor megvan, hogy hú, hát ez a ruha, ez a világ legszebb ruhája, a nagymamám a világ legszerencsésebb embere, ezt a ruhát varratta saját magának, és ez egy jó sztori, és egyébként amikor még fiatalabb voltam, de már pénzkereső, tehát én amint lehetett pénzkeresni, én mentem, és akkor koktélbárba dolgoztam, meg mindent csináltam, legyen saját pénzem, zseppénzem, abból költhessek, és mindig varrattam a ruhákat, úgyhogy ez a ruha, ez pedig ezt szimbolizálja nekem, így egyrészt a gyerekkoromat, másrészt ezt a szabadságnak elfajta erejét, hogy igazából el tud készíteni, amire vágysz, szóval nem kell megalkudni. Hát készültem ezzel a darabban, amit szintén egy bemutatóra a gyermekeim készítettek nekem. Itt az egyik magazinnak a könyv megjelenésén voltam az énekes, és akkor a gyermekeim készítették a rajzokat rá. Az volt a kérdésem tőlük, hogy ők hogyan látják a Földet, meg szerintük így mi a fontos a bolygónknak, és akkor rákerült egy ilyen majdnem békejel. Majdnem. Köszönöm, nagyon sokan nőttem. De hogy rárajzolták saját magukat, hogy a Föld az az övék, meg hogy rajtuk múlik, és akkor itt van a lábnyom rajta, hogy ugye az ő lábnyomuk, itt van az egyik fiamat, hogy ő kéz, ő szeret kézen elni, a kéznyoma, meg hogy így mi arról beszélgetünk még, hogy a mesterségek, hogy kézzel, hogy amit alkotunk a kezünkkel, azok is ugye maradandóak. Aztán a legkisebb gyermekem is rajzolt rá így az ő művészetét. Szívecskét ráírta a nagyfiam, hogy Föld. És ez akkor lett neked fontos, amikor megszületett az első gyereked? Nem, kiskorunktól kezdve, igen. Én a Pangea Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület tagja vagyok, pici koromtól kezdve nomád táborozunk, táboroztattam én is, és hát szóval én ugyanolyan elemnek látom magam a természetben, mint egy virág, csak sokkal kártékonyabbnak. Jó, de azért nagyon sok mindent megteszel, és te egyébként szerintem nagyon sokat is kommunikálsz arról, hogy mondjuk ez ne így legyen, vagy hogy ez változzon. Próbálok nyilván ugye mindennek a határán próbálok mozogni, hogy ne legyen se túl, se kevés, de mondjuk nem tudok szó nélkül hagyni bizonyos dolgokat, meg szerintem felelősségem is beszélni. Igen, és felelősséget beszélni egy csomó mindenről, bár ezt ugye te mondod, hogy felelősséged, mert szerintem nem mindenki gondolja úgy, akinek van egy ekkora követőtábora, hogy felelőssége van. De, és hogyha most már a gyerekeidnél tartunk ugye a ruha kapcsán, ami tényleg nagyon-nagyon-nagyon helyes. Szóval te voltál az, aki megszólalt mondjuk azzal kapcsolatban, hogy milyen az, hogyha egy nőnek vetélései vannak, hogy mire kell figyelni, és azért beszélek erről ilyen nehezen, mert hogy ugye nekem is voltak ezzel kapcsolatban elég szomorú élményeim, és veled olvasott a nővérem egy interjút, amiben te arról meséltél, hogy kiderült, hogy mondjuk van egy véralvadási problémád, és gyakorlatilag annak köszönhető, hogy az első gyermeked megszületett, hogy akkor éppen volt egy baleseted, és vérhigítóval szúrtad magad. És a tesóm ezután az interjú után rúgdosott el engem egy vizsgálatra, ahol kiderült, hogy nekem is hasonló problémám van. Szóval én csak azért szeretném, hogyha ezt elmesélnéd, mert én már biztosan nem tudom, hogy talán segítünk ezzel másoknak. Jó, hát akkor előveszem ennek a pólóját. Jó. Ugye ez a nem tabu a betélés. Nagyon köszönöm ezt a pólót, amit ajándékba kaptam. Hát igen, ugye minden negyedik nő véralvadás zavarral küzd, aminek nincsenek tünetei, tehát igazából úgy hordozzuk ezt, hogy nem tudunk róla. Talán, hogyha azt látjátok magatokon, hogy mondjuk beütitek a kezeteket, és egy kicsit lilább lesz, vagy mondjuk elvágod az ujjad, és egy picit indokolatlanul sokáig ott marad az a seb. Tehát, hogy nem hegesedik, hanem csak így elvágtam egy picit, és mondjuk még másnap se sebesedik, de
mivel te ezt szoktad meg, nem tudod, hogy nem ez a normális, de nem ez a normális. Úgyhogy én minden nőt arra buzdítok, hogy nézzem véralvadás panelt. A házi orvosnál lehet ezt kérni, lehet magánúton is, bőven 10 000 forint alatt van ez a vizsgálat. Abszolút. Egyébként egy sima vérvételről van szó. Igen. És hát emberi életek múlnak rajta, és én nagyon el vagyok háborodva, hogy ezt nem szűrjük, mert hogy minden negyedik nőt érintett. Mi most itt a szobában 3-an vagyunk, és mégis 3-unkból 2-nket érint. Úgyhogy nem egy olyan dologról van szó, ami olyan nagyon ritka lenne. És hát a másik aspektusa pedig az, hogy nem tudjuk hogyan kezelni a vetélést. Tehát, hogy ez egy olyan fajta láthatatlan veszteség, amire nincs meg a kultúránk, hogy hogyan támogassuk ebben egymást. Nincsenek meg az eszközeink, nincsenek meg a szavaink rá, hogy mit mondjunk azon kívül, hogy nagyon sajnálom, vagy majd a következő összejön, ugye? És hát muszáj érzékenyíteni ezt. Azért, mert ebben a szobában is 3-an vagyunk, és 2-nket ez érint belőle. Úgyhogy ha belegondolunk abba, hogy mondjuk a régi osztálytársaink, és minden negyedik nőt ez érinti, és minden negyedik nő csendben van ezzel a gyásszal, vagy ezzel a rossz érzéssel, mert nincs meg a kultúránk arra, hogy erről beszélgessünk, azért ez nagyon-nagyon szomorú. Úgyhogy én mindenkit arra buzdítok egyrészt, hogy menjen utána, hogyha vetélése van, az nem egy természetes dolog, és én is hiszek abban, hogy lelki okok által történnek dolgok, de hogy szerintem a lelki okok által történnek a testi dolgaink, és nagyon sokszor, ha megbizonyosodunk egy-egy nem diagnosztizált betegségről, ami rángatja a személyiségünket, vagy akár ilyen jellegű veszteségeket is okozhat, akkor utána lelkileg is sokkal könnyebben tudunk tovább lépni és fejlődni, mert hogy ez a kettő tényleg működik együtt, de nincs meg egymás nélkül. Úgyhogy aki sokat vár a babájára, vagy aki elveszít babát, az menjen utána, és beszélgessünk egymással, mert nem csak menstruálnak a nők, amikor frusztráltak és szomorúak, hanem lehet, hogy elvetéltek, vagy lehet, hogy olyan jellegű hormon problémájuk van, amivel egymaguk nem bírnak el, vagy lehet, hogy észre sem veszik, hogy ez van, mert ők így szokták meg, hogy ez a természetes. Úgyhogy a legfontosabb talán ez a kérdés, hogy hogy vagy. Igen, és mondjuk lehet erre is használni a social médiát, és te elég jó dolgokra tudod használni. Köszönöm. És mondjuk lehet ebből is egy ruhasztori, és ez is kikerülhet egy pólóra, és lehet elég bátor, és felveheted. Mentem ebbe reggeli műsorokba aknézni, hogy tabu a vetélés. És egyébként még azt szeretném elmondani, hogy van egy Facebook csoportunk, a Nem tabu a vetélés csoport, amiben várok mindenkit szeretettel, nem csak azt, aki átment ezen. A nehézségen nem azt is, aki kíváncsi arra, hogy ez mit jelent, aki felkészült szeretne lenni, akár férfi, akár nő, vannak nagymamák is a csoportunkban, bárki jöhet. És például neked ez sokat segített? Mondjuk a feldolgozásban az, hogy erről nyíltan beszéltél, vagy az, hogy tudod, hogy a mai napig mondjuk hány embernek segítesz ezzel? Biztosan segített, de ez nem egy tudatos dolog, tehát hogy annyira ösztönösen bennem volt, hogy erről muszáj beszélnem, és hát ez is egy hát hány éves sztori, már 4-5-6 éves történet, hogy én elkezdtem erről beszélni, és tényleg sehol nem láttam e kapcsán semmit, és volt egy reggeli műsor, ugyanaz a műsor, ahol ezt a pólót aztán felvettem, ahova meghívtak énekelni, egy másik énekes hölgyel, dicsérgettük a egymás haját. Én is elég rossz állapotban voltam, és éreztem, hogy azért ő is, úgyhogy egy kicsit így pusoltuk, hogy milyen szép lett a tiéd is. És akkor bementünk beszélgetni a közelgő, nem tudom már miről, mert hogy arra már nem is emlékszem, szerintem ő se, és egy közös ismerősünk mondta utána párom, hogy jaj, de figyelj, ő is nemrég vetélt el, és így, na akkor az a pont volt nekem az, hogy nem létezik, hogy egy nő, akit egyébként szeretek, szimpatizálok vele, művészileg, emberileg minden, hogy beülettünk volna teázni, és kibeszélhettük volna az elmúlt egy hetünket, hogy kinek hogyan alakult végül a lezárás, te mit csinálsz most magad, de ehelyett egymás haját dicsérgettük, és mindenki szomorúan elment a másik irányba, és azt éreztem, hogy ezt nem csinálhatjuk, tehát hogy sorsközösségek vagyunk, és ezt nem lehet itt tovább csinálni.
Ennek az az üzenete, hogy, hogy a férjem nagyon-nagyon kedvesen és sokáig udvarolt nekem lassú vízpartot most történet a miénk, és amikor már olyan nagyon egyértelmű volt, nem tudom, 7-8 hónap folyamatosan együtt töltött idő után, mert már közös nyaralások a gyerekekkel külön szobában aludva, stb. És akkor megbeszéltük, hogy csinálunk valamit ketten, de még mindig nem történt semmi közöttünk, akkor megbeszéltük, hogy, és nem emlékszem rá, hogy hova megyünk, de valahova elmentünk, és kinyitottam a kesztyűtartót az anyósülésen, és benne volt egy fürdőruha, amit említettem neki, hogy nekem nagyon tetszik, és megvette, és beletette oda, és ez nagyon-nagyon kedves gesztus volt tőle. Nem vagyunk egyébként egy ilyen nagy vásárlósok egymásnak, úgyhogy ez meg nem is volt még ilyen kedves gesztusom, úgyhogy pakoltam a ruhákat, ez így kiesett. Igen, akartam kérdezni, hogy ez milyen? Egy fürdőruha felső. Ez egy ilyen fürdőruha felső, egy ilyen félvára átlapulható fürdőruha felső, és akkor ezt ő így belecsempészte. Igen, és hát ez a mozaik család az, amit te azóta is azért elég keményen tolsz, és irányítasz, és működtetsz, és nekem ebben is van egy kis közös kettőnk között, mert igen, azért ez nálunk is nyomokban felelhető, szóval hogy azért ez nem egy könnyű feladat mindig. Hát nem, ez egyáltalán nem könnyű, mert ennek sok szereplője van, és nem nézhetem csak a saját igazam, vagy csak a saját vízióm, vagy csak a saját elképzelésem, hanem más felnőttek vízióit, elképzeléseit is össze kell fésülnöm az enyémmel, ami nem könnyű nyilván, mert általában házasságok azért érnek véget, mert a két fél nem szeretne együtt időt tölteni már nagyon, de hát ugye, ha van közös gyermek, akkor ez teljesen mást jelent, úgyhogy hát nekem nagy munkám van ebben a gyermekem apjával, édesapjával, úgyhogy e tekintetben meg mindenkinek csak azt tudom tanácsolni, hogy kell ütköztetni a véleményeket, kell segítséget kérni, kell közös mediációra, terápiára, bármire menni, mert az a gyermek érdeke, hogyha még ha nem is tudom 100%-osan azt mondani, hogy ez a közös vélemény, ez az, amire én vágytam, de mégiscsak az a közös vélemény, az nagyon fontos, hogy meglegyen. Na, hát ez Pussy Power, vagy Power Pussy, ezt egy barátnőm vette nekem Párizsban, aki Franciaországban él, és ez nagyon sokat segített nekem egyébként. Azokba a bulikba, hova úgy mentem el egyedülálló anyaként, hogy engem innen már úgy is kinéznek, én már az öreg anyuka vagyok, és egyáltalán mit keresek itt, otthon kéne lennem a fiammal, de közben itt 27-8 évesen, előadóként meg vagyok hívva, nagyon, tehát amit így a beszélgetésünk elején mondtam, hogy így szedett szét ez a kép, amivel így próbáltak a kettősséget erősíteni bennem, na és akkor vettem fel ezt a pólót, hogy tudjátok mit? Én már azért letettem valamit az asztalra. Van egy fiam, nem érdekeltek, bulizok egy jót. Szóval ezek a buliaim, a bulizás szimbolizálja azt a bulizást, amikor a barátnőimmel elmegyünk egy buliba, és végig a WC-ben beszélgetünk. És konkrétan egy dalra nem táncolunk, egy italt nem iszunk, hanem valakinek odaérkezünk, pisélnem kell, persze, elkísérünk, és onnantól kezdve. Ott legalább halljátok egymást, nem? Igen. Úgyhogy ezek a bulik emlékére. Egyébként eléggé összecsengenek a pulóim, ez Szarvas Valentinnak egy csodálatos printje, amit akkor kaptam tőle, és akkor készített, amikor a második fiam is megszületett, és már túl voltam ugye a 4 vetélésemen, és egy kicsit úgy éreztem, és azt mondtam is a Valentinnak, hogy itt a méhem kivirágzott. A petefészket szimbolizálja számra, hogy egyáltalán nem, de nagyon örül neki, hogyha én ezt így érzem, és akkor valahogy így voltam, hogy a két fiam, a két rózsa, és nagyon nagy kiteljesedés, boldogságot éreztem, és hát közben pedig, hát azért Szarvas Valentin az egyik számomra legtehetségesebb és előremutatóbb individum a tervezők színterén.
És hát úgyis az a lényeg valójában, hogy számodra mit igen, tudom, igen, tehát, igen, hogy, igen. Hogy is nyilván számára is az a lényeg, hogy neked mit mond igen. Ez a kép. Na jó. Aztán készültem ezzel a igen. Jó kis foltos szabad pólóval. Hát ebben mentem szülni. Ebben mentél szülni, tényleg? Igen, igen, ebben mentem szülni. Amúgy háromszor mentem be szülni a kislányommal. Mint háromszor. Van még egy ilyen, nem? Úgy éreztem, ugye kétszer is császármetszéssel szültem, mindkét fiamat természetes úton szerettem volna világra hozni, mindegyiket más okokból sajnos, vagy nem sajnos, nem sikerült, máshogy alakult, és harmadszor is szerettem volna megpróbálni természetes úton elindulni, és az az igazság, hölgyeim, hogy ezt szabad, mert lehet harmadszorra is elindulni természetes úton, nem könnyű, de lehet, és szabad, és valahogy azt éreztem, hogy ez erősít engem, ez a póló minden színével, hogy de szabad azt, amit én csinálok. Állami kórházba mentem, nagyon nehezen fogadta. Ez éppen aktuális táb, aki bent volt akkor, amikor én elindultam, vagy a kislányom elindult, és aztán hát nem hiába mentem háromszor, mert kétszer le is állt a szülésem, így attól azoktól a nézésektől és körülményektől, amit Magyarországon most jelent, hogyha valaki császár után természetes úton szeretne, és rengeteg erőt adott nekem az, hogy ez szabad, amit én csinálok, tehát így nyugi, ezt így szabad, és szabad megszületni úgy, ahogyan megszületni szabad. Legfőképpen legyél tisztában a jogaiddal, ugye ez a szervezet is, aki ezt a pólót igen. kiadja, szóval azért ez erről is szól, hogy anyaként, nőként legyél tisztában igen. a jogaiddal. Igen. Meg úgy egyébként is, bárkiként, bárkinek érzed igen. magad. Igen. Minden szabad. Készültem ezzel a Mom Wolf pólóval, amit nagyon-nagyon szeretek, így is hordom, kifordítva is hordom, mindenhogy hordom, így ingre rávéve is hordom. Ez még a leges-leges-leges kollekciója a lányoknak, és egészen pont egy ilyen nagyon elképesztő élethelyzetben kapott el ez az üzenet, mert a második fiam, ő egy nehézséggel érkezett a világra, amiből egyre jobban dolgozza ki önmagát, de nem könnyű út áll mögöttünk, most arra kezdi utolérni valamennyire a kortársait, és hát ez egy jó érzés volt, hogy igen, hogy minden nap csoda csinálok, mert az a sok fejlesztés, vidékre járás, folyamatos figyelem, amit ráösztpontosítok minden szeretetemmel, energiámmal, és egyébként most azt gondoltam, hogy ezt itt fogom elmesélni, mert még sose beszéltem erről, de hogy igazából én pár évig ugye nem alkottam, és hogy erről sose beszéltem, hogy miért, és én sem tudtam magamnak úgy megmagyarázni, hogy miért csak volt egy ilyen blokkom. És valójában abban a pár évben minden nap a fiamnak énekeltem, hogy meggyógyuljon. Akkor az erről szól. Igen. Hát és látod, hogy mennyi értelme volt ennek, szóval hogy volt igen. értelme. Ez nagyon szép. Meg hogy tényleg a gondolatteremtő ereje mennyit számít. Szóval minden este, minden reggel el kell képzelnünk a jót. Hát erről is lehet szó, igen. És hát pont ez a ruha az új lemezborítón volt rajtam, meg a hozzáforgatott videóklipben, amiben pont erről énekelek, hogy teremt a gondolat, mert hogy tényleg nem mindegy, hogy minek gondoljuk magunkat, vagy a külvilágot, mert hogy az az, amit mi gondolunk, hogy a saját valóságunk.